járványügyi korlátozások miatt a napokban vehette át Albert Sándor, a Sey János Egyetem alapító rektora, Komáromváros díszpolgára címet, melyet korábban ítélt oda a képviselőtestület. Andruskó Imre és Batta György képviselők javaslatára a képviselőtestület egyhangulag támogatta a neves szakember kitüntetését. Albert Sándor tevékenysége a pedagógia terén sokrétű és kiemelkedő, parlamenti képviselőként is dolgozott a Sey János Egyetem létrejöttért, majd első rektoraként nagy szerepe volt az intézményi alapok lerakásában. Kétnapos, nyilvános koncerttel zárult a Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzusok idei rendezvénysorozata, amelynek a Dunamenti Múzeum főépülete és a Tiszti Pavilon díszterme adott otthont. A jövőre 25. évfolyamában lépő rendezvény megálmodója és művészeti vezetője városunk szülötte Török Ferenc szegedű művész. A mesterkurzus célja, hogy a fiatal zenészekkel megismertessék a kamarazenélés szépségeit és technikáját. A résztvevők olyan fiatalok, akik konzervatóriumokban, illetve zeneművészeti egyetemen tanulnak, és a nyári hónapokban kiváló mesterek segítségével szeretnék tökéletesíteni tudásukat. A záró koncerteken erről a megszerzett tudásról tettek tanúbizonságot a szép számban megjelent érdeklődők előtt. A Városi Röplabda Klub szervezésében és Komárom város támogatásával újra rendeztek strandröplabda versenyt. A Beach Summer Volley Cup mérkőzéseinek ezúttal az Erzsébet-szigeti pálya adott otthont, amelynek felújítását és a környék rendbetételét az elmúlt hónapokban végezte el a város. A 10 csapat részvételével megtartott helyi bajnokságon számos izgalmas mérkőzésre került sor, és a napsütéses, meleg időjárásnak köszönhetően az Erzsébet-szigeti pályán zajlott az élet. Bízunk benne, hogy a rendezvény hagyomány teremtett, és jövőre újra izgalmas mérkőzéseket tekinthetnek meg az érdeklődők.